Idén a kolozsvári alsóvárosi református templomban adták át az 1885-ben Kolozsváron alapított Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjait. 11-en vehették át Vencel Árpád szobrászművész Paraszt Madonna című szobrának kisebbített, erdélyi Oszkárnak elnevezett változatát. Kun Kocsárdi díjban részesült Böjte Csaba testvér, aki szóval és tettel tesz tanúságot Isten szeretetéről egész magyar közösségünket szolgálva. Hát azt mondják, hogy az erdélyi Oszkár, nem? Így van. Akkor fontos, és amúgy itt Kolozsváron itt születtem, úgyhogy azt mondják, senki se lehet proféta saját hazájába, hát mostan mégis. Én örvendek, hogy méltatják ezt a munkát, mert igazából ezzel nem engemet méltatnak, hanem magát az életet, hisz én is az életet szolgálom, a gyerekeket. És biztos veszem, hogy most fontosabb nincsen, mint a felnövekvő, bontakozó, kibontakozó élet. Annyi gyerek van, és azt mondjuk össze kéne szedjük, és neveljük, oktassuk. Kalos Zoli bácsi egyszer kérdezte, megmutatta a múzeumát, és tényleg, hát nem tudom, volt-e, hogy van-e olyan dolog, amit ő nem gyűjtött, hogy népdaltól elkezdve, szőttesekig, meg faragás, meg minden. És kérdezte, én mit gyűjtök? Nem mondom, én magát a népet gyűjtöm. A Bányai János díjat Dimény Attila muzeológus az Erdély Magyar Muzeológiában elért eredményeiért és a Kézdivásárhelyi Ince László C-történeti múzeum szakszerű működtetésért, gyarapításáért és korszerűsítésért kapta. Janovics Jenő díjban részesült Bálint Zsigmond fotóművész a hazai fotómozgalom szolgálatában kifejtett több mint 6 évtizedes munkásságáért a falu világát, a népéletet megörökítő emberközeli színvonalas művészetéért. Kallós Zoltán díjat kapott Fekete Laki Tibor és Székely Melinda az erdélyi hagyományos néptánckultúra magas szintű művelése és népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenységükért. Nagyon meglepődtünk, mert a táncos szakmában úgy gondolom, hogy vannak olyanok, akik előttünk jártak, és ugyanúgy megérdemelnék ezt a díjat. Sokat gondolkodtunk, hogy miért pont ránk esett a választás, de nagy-nagy megtiszteltetés, különösen az, hogy Kallós Zoltán nevét viseli ez a díj. Ott voltunk akkor, amikor a Kallós kúriából kiépült az az intézmény, amit ma jelent a Kallós Zoltán Alapítvány, és azt hiszem, hogy Zoli bácsi nagyon örülne, hogyha tudná, hogy róla neveztek el díjat, illetve azt hiszem, annak is örülne, hogy mi megkaptuk ezt a díjat. Igyekeztünk kezdettől fogva úgy szolgálni ezt a célt, hogy egyszerre volt ez a hobbink is, de ugyanakkor életformánká is vált az évek során. Azt hiszem, hogy a táncházas léthez hozzátartozik az az alázat, amit az ember a táncházban megtanul. Ennek a szellemében igyekeztünk mi is dolgozni, és azt hiszem, hogy egy kicsit korán érkezett ez a díj, mert még nagyon sok munka vár ránk. Az is érdekes, hogy tulajdonképpen két lakiak vagytok, tehát nem egy fronton dolgoztok és teljesítetek, úgymond idézőjelben, tehát Szamosújvár és Kolozsvár. Szamosújváron élünk, de amióta a Szapiencia Tudományegyetem keretében megalakult a táncművészet szak, azóta bennünket is felkértek arra, hogy itt tevékenykedjünk. Reméljük, hogy sikerül kiépíteni ezt a szakot úgy, hogy annak a hagyománynak a szellemében, amit mi magunk is megtanultunk, olyan szakmai színvonalra tudjuk eljuttatni a diákokat, akik itt végeznek, hogy méltóképpen képviselhessék ezt a kultúrát. Úgyhogy itt is, ott is, igen, Szamosújváron is és Kolozsváron is tevékenykedünk. Itt még gyerekcipőben jár ez az új szak, de igyekszünk mindent megtenni azért, hogy megfelelő szakmai hátteret biztosítsunk neki. Kővári László díjban részesült Jánosi Csaba geológus a Székelyföld borvízkincsének 3 kötetes összefoglalásában elért eredményei elismeréseként, ismeretterjesztő írásai, valamint az ország első borvízmúzeumának létrehozásában kifejtett tevékenységéért.
Monoki István díjat kapott Kis László, iskolai könyvtáros. A helyi, országos és nemzetközi iskolai könyvtári szervezetekben kifejtett hatékony tevékenységért. Nagy István díjban részesült Nagy Éva Vera zenetanár karnagy, a Kodály Zoltán szellemiségében kifejtett több évtizedes zenepedagógiai karnagyi, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenységért. A Spektátor díjat Szokoli Elek közíró kapta, a három évtizedes román és magyar nyelven végzett közírói és szervezői munkálkodása elismeréséül, a korszerű transzilvanizmus terjesztésért, az előítéletmentes érvekre figyelő őszinte dialógus iránti elkötelezettségért. Szolnai Sándor díjban részesült Unipán Helga képzőművész grafikus, több évtizedes kiváló grafikusi, illusztrátori, könyvtervezői és közművelődési tevékenysége elismeréseképpen. A Mámszer Géza díjat Széman Rózsának ítélték oda, játszóházvezető, közművelő, orvosasszisztens, állandó útkeresésben, fejlődésben lévő, felelősségtudattal és szeretettel végzett, lelkes, odaadó munkájáért. A Kovács György díjat Nagy Csongor színművész, előadó művész vihette haza Székelyudvarhelyre, több évtizedes kiemelkedő művészi munkájáért, a különböző erdélyi színpadokon nyújtott megrendítő erejű alakításai, valamint elmélyült és példamutató, sokoldalú szakmaisága elismeréseként. Mindenképpen én azt mondanám, hogy egy ilyen megálló vagy pihenő egy picit, ez most nem azt jelenti, hogy nem végzem tovább a dolgomat, amit eddig is tettem. Hát amíg van nekem szellemi, lelki, fizikai kondícióm, ugyanezt fogom tenni, de olyan szempontból egy pihenő, amellett, hogy valóban egy óriási megtiszteltetés, és valahogy azt tudom mondani, hogy mintha betetőződne valami, de nincs vége semminek. Mindenképp nagyon jó érzés, tényleg nagyon jó érzés, és hát István is, a művészeti vezető, méltatott. Nagyon sokszor éreztem, hogy most nagyon pici szeretnék lenni, mert talán nem méltó ennyi minden hozzám, de sok igaz dolog volt abban, amit mondott, és hát remélem, hogy én úgy érzem, hogy még van erőm ezt folytatni, és akarom folytatni, tehát ez most nem azt jelenti, hogy ellepi a fejemet valami enyhe fátyol, és hátra dőlök, és kész, ezzel vége valaminek, úgyhogy de mindenképpen nagyszerű érzés. Van olyan értéke a te szemedben ennek a díjnak, mint a Tapsnak a színházban? Mind a legkedvesebb szerepnek, ami közel állt hozzád? Mindenképpen. Mindenképpen, mert hogyha van egy, ugye azért valljuk be, tehát a színházban vannak kevésbé sikeres munkák, vannak nagyon jó munkák. Hát ilyen az élet. És hogyha egy nagyon jó munkán vagy munkafolyamaton vagy úgy túl, hogy megvolt egy bemutató, de a további előadások kondíciója még mindig fontos, és az mindig jó érzéssel tölt el, akkor igen, akkor azt érzed, hogyha hazamész és hátradőlsz, hogy érdemes ezt csinálni. Életműdíjat a következő személyeknek ítéltek oda. Bágyoni Szabó István költő írónak, Bodor Ádám író munkássága elismeréseként, különösen az Utunkban közölt romániai hétköznapokat rögzítő rövid próza sorozatáért, valamint a rendszerváltást megjelenítő regény sorozatáért. Muzsnai Árpád művelődés szervező, tanár, újságíró pedig közművelődési tevékenységéért, a Dzsida, Páskándi és Jakabfi kutatások ösztönzésében végzett munkájáért, valamint Kölcsey Ferenc emlékezetének ápolásáért részesült díjban.